Kibiztosított éles kézigránátot találtak az MSZP Újpesti irodájánál. Egy levelet is kaptak, ami szerint a forradalom évfordulója alkalmából felrobbantják őket. A környéket lezárták, a gránátot ott helyben hatástalanították. Nem ez volt az első támadás az iroda ellen. Tavaly ilyenkor például molotov koktélt dobtak be az ablakon. Az iroda gondnoka mutatja, hol találta a kézigránátot. Éppen a leveleket söpörte össze, amikor észrevette. Kérte, hogy nem mutassuk az arcát. Hát nem ismerem azt a fajta kézigránátot, úgyhogy nem tudtam megállapítani, hogy éles-e, játék kézigránát, vagy pedig valódi. Ilyenkor a szokásos protokoll szerint a tűzszerészszolgálat munkatársai érkeztek a helyszínre, ők is megvizsgálták, elsődleges véleményük az volt, hogy ez a szerkezet robbanásra alkalmas. Miután megállapították, hogy a gránát éles, kiürítették a környéket. Aki otthon volt, annak nem kellett elmennie, de aki a lezárt részen lakik, azt nem engedték haza. És azt sem mondták meg, meddig ment. Az MSZP újpesti elnöke szerint nem a helyi MSZP szervezetnek szólt a fenyegetés, hanem általában minden MSZP-snek. Korábban kaptak egy levelet, amiben életveszélyesen megfenyegették őket. Ez a fenyegető levél egy néhány soros fenyegető levél volt, ahol azt mondta, hogy a forradalom alkalmából felrobbantják a kommunistákat és mindenkit. Most nyilvánvalóan itt az MSZP-sekre gondoltak, hiszen az MSZP-nek a kerületi székházának az udvarán találták ezt a kézigránátot, tehát életveszélyes fenyegetés volt ebben a levélben. Az itt lakók több hasonló támadásra is emlékeznek. Volt, hogy éjjel robbanásra ébredtek. Többször volt már ilyen, egyszer az ablakot törték be valami tüzes koktéllal vagy molotov koktéllal. Márciusban két Fidesz iroda előtt találtak robbanó töltetet, áprilisban pedig az esztergomi polgármesterházát gyújtották fel.